Tűzoltók készítették ezeket a felvételeket néhány napja. A Veszprém megyei Tótvázsonynál 30 hektáron égett lábon álló gabona, de nem kell ilyen messzire mennünk, hogy hasonló képeket lássunk. Ezek a fotók már Tolna megyei lánglovagoktól származnak. Az országnak ezen a részén is egyre több a szabadtéri tűz. Ebben az évben eddig összesen 148 esetben kellett vonulni a Tolna megyei tűzoltóknak, tehát szabadterek tüzeihez. Ez nem kevés az a szám, csak július 2-a óta, azóta van ugye az országos tűzültési tilalom érvényben. Azóta gyakorlatilag majdnem megduplázódott a tűzzel érintett területeknek a nagysága. Ez azt jelenti, hogy csak Tolna megyében idén már 144 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Hiába az országos tűzgyújtási tilalom, ezek az esetek kivétel nélkül mind az emberi figyelmetlenségnek tudhatóak be. Mellőzzük minden egyes pillanatban, tehát feltétlen mellőzzük gyakorlatilag az égő cigaretta vagy cigaretta csíknek az elhajítását. Ezeket a száraz területeket az aszályos időszakban egy pillanat alatt lángba tudják borítani, gyakorlatilag futó tűzként tud tovább terjedni a tűz. Az országos tűzgyújtási tilalom minden szabadtéri területre vonatkozik.